Mehet? Aha. Figyelj! Sziasztok és köszöntek titeket a mai videóban, amiben itt van velem Zsömi. Hello! Abba a kamerába megint. Hello! A mai napon a Shazamos dalfelismerős videónk második részéhez érkeztünk el, amit egy picit megcifrázunk, ugyanis elolvastam a kommenteket. Először is nagyon köszönöm, hogy ennyire tetszett nektek, nem gondoltam volna, hogy ez ennyi embert el fog érni. Örülök, hogy tetszett, és nagyon-nagyon sokan írtátok a kommentekbe, hogy van a Google-nek is egy ilyen zenefelismerő appja, ami sokkal jobb és sokkal érzékenyebb, mint a Shazam. Úgyhogy ma azt fogjuk csinálni, hogy hoztunk nektek új dalokat, ismert új dalokat, megpróbáljuk ezt a Shazammal felismertetni, ami nem biztos, hogy menni fog, múltkor is elég nehezen ment, utána pedig megpróbáljuk a Google-nek a zenefelismerőjébe, amit letöltöttem, de nem próbáltam ki, mert direkt azt akartam, hogy itt élőben először próbáljuk ki. Szóval, első számunk a mai napon a Family Guy-nak a betétdala lesz, amit biztos, hogy a Shazam nem ismer fel, mert abban nem csak zongora, meg trombita van, hanem ez a zenekar van abba a zenébe. Először a Shazammal, de azt már most mondom, hogy esélytel, és utána a Google-nek a zenefelismerőjével felismertetni. Ezt hegyük, tess! Nagyon jó. Mehet? Aha. Figyelj! Na ez nem jött be, nézzük a Google-nak a zenefelismerőjét. Menjen legelőről, jó? There will never ever be another. Chad Baker, 11%-os egyezés. Imádom. Ismered? Viccen kívül. Na, ez nem talált, úgyhogy jön a következő. Ez inkább egy zongorás lesz direkt, hogy legyen neki sikerélményünk. Jön a Titanic, ami lassú lesz, utána egy lassabb, egy gyorsabb jön, így terveztük. Ja. Nem talált. Titanic. Na, így néz ki. Come on. Titanicot felismert. Jó, a következő a Sunny lesz. Szerintem csak így dugdod el, vagy nyomd el, hogy tudják, hogy ez melyik az. Figyelj. Para. Ne már! Próbálj meg csak trombitával. Jó. Mert annyi minden behatás van. Próbálj meg csak trombitával. Mehet? Aha. Megvan. Amit mi játszottunk, az a harmadik, a 4Play. A Groove Dealer az első, 48%-os egyezés. 26% a Sunny Night. És a 4Play az 20%, amit amúgy játszottunk. Hát ez fura, mert erre ismerte fel a Sunny-t, és mi ezt játszottuk. Nem tökéletes, nyilván mi se játszunk tökéletesen, de hogy ez jobban hasonlított. Oké, hogy ebben szakszofon van, tudjuk, de szakszofonunk nincs, illetve van, csak annyira még nem megy. Ezért nem tudtam, mit állok. Oké, a következő szám egy Louis Armstrong szám lesz, akkor a Wonderful World. Személyes kedvenc. Mindig az a kamerás. Személyes kedvenc. Nyomjuk Shazamra. Ma eddig semmit nem ismert fel ez a fos. Nézzük meg a Google-vel. Mondjuk na, ez meglepett. Várj, akkor próbálj meg, hogy nem bontom az akkordokat, jó? Bontom az akkordokat? Lehet, mert valami ez hasonlítja. Így, de várjál, így is, What a Wonderful World, Brooklyn Duo, 13%-os egyezés.
Na így, hogy nem bontogattam az akkordokat, ha valaki nem tudná az akkordot, tehát nem csak így nyomkodod az akkordokat, hanem belejátszol. Nem azt játszol, csak szétbontod. Úgy nem találtam, viszont úgy, hogy csak... Harry, jönnek! Ki? Szemedből a könnyek. Fú, bár. Annyira szarod, azért hagyom bent, azért nem vágom könyv, bár csak mindjárt szarod. Szarnorod van. A következő az egy ismert szám, ez egy Sam Smith szám lesz. Nagyon egyszerű, és éppen ezért választottuk, mert te, bárki felismeri, egy csecsemő is felismeri. Ez fúj, utálom. Jó, nézzük meg a Google-vel. Shazammal nem sikerült. És de ezt hibátlanul felismerte. Torony magasan a Google-ezet. Na, ezt hibátlanul felismerte. Látszok el a kedvenc részünket szemben. Pontosan. Következő szám a Just the Two of Us lesz. Nem annyira ismert, illetve hogy TikTokon elég ilyen trendben. Hát azért elég ilyen. Ismert le? Mehet? Aha. Ki gondolta volna? Nézzük meg Google-ben. Erre kíváncsi vagyok, mert ez necces lesz még egyszer. Igen, igen. Mehet? Mehet. Cserháti Zsuzsai elfelejtett a... Oké, okay, következik az utolsó, ami egy Timmy Trumpet szám lesz, ami múltkor félig bejött, félig nem, pedig ja. Abba bíztunk a legjobban. Próbáljuk már meg azokat is eljátszani, itt kíváncsi vagyok, hogy itt hogy a Google mennyire gyorsan ismeri fel. Na miket? Hát a Freaks, a Tokát... Jó, oké, okay, akkor meg, aki az előző videót nem látta, az előző videóban a Freaks-et, a Tokát, ezt a kettőt játszottuk, és nagyon nehezen ismerte fel a Shazam, tehát hogy így, ott tényleg csak trombitával, nagyon nehezen. Tokával. Elsőre felismerte rögtön. Jó, nézzük a másikat, a Freaks-et. Szép. Jó, szóval a Freaks-et 86%-os egyezéssel eltelte. Most pedig nézzük Shazammal össze a alapot. Tesó fej. Mehet. Nem, mint az előző videó, ott is hibáztam egyet, és felismerte, ja. Hát akkor mind a három Timmy Trumpetet felismerte. 61%-os egyezés a nápkora. Szép volt, tes! Mind a három Timmy Trumpetet felismerte. Az a helyzet, hogy a mai videó konklúziója az, hogy a Shazam egy fos. Hát de kajak, hát legalább akkor, tehát hogyha már a Shazam mondjuk 61%-ra érezte a Google, ha egy Shazam 61%-ra érzi, akkor miért nem írja ki? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Ne felejtsetek el feliratkozni, Zsabi, köszönöm, hogy itt voltál és furuljáztál. Ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el Instagramon. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!